Mind a 12 bölcsödésnek megvan már a jele a tiszanagyfalui bölcsödében. És a répafőzelék is megérkezett. Hamarosan ebédelhetnek a gyerekek, akik épp a beszoktatás időszakában vannak, ezért jelenleg csak 4-en játszanak a vadonatúj játékokkal. Álmodtunk, és az álom valóra vált. Ez egy csoportszobás, 12 férőhelyes bölcsőde, nem volt korábban ilyen a településen. Teltházzal indultunk, sőt már várólistánk is van, és így tudjuk megoldani azt, hogy a 3 éves korig a gyerekek el legyenek látva, mert az óvodában csak 2,5 éves kortól tudjuk őket fogadni, és ez az utóbbi időben bizonyítottan már kevés volt, tehát a 2,5 és 3 éves kor közötti gyerekek ellátása, mert így ez egy családbarát intézmény, és így a fiatalokat a felelős családalapításhoz ez megalapozza, és az anyáknak segítség a munka világába, a piacra való kijutásra, és ez a családoknak anyagi biztonságot is nyújt. Tiszanagyfaluban évente 15-16 gyermek születik, ami az utóbbi évek kedvező családpolitikájának is köszönhető, fogalmazott a polgármester, aki szerint Tiszanagyfaluban népszerűek a pedagógiai intézmények. Így a fiatal párok szívesebben teremtenek otthont a településen. Egy régi családi ház helyén épült a 180 négyzetméter alapterületű bölcsőde, amely a mai korszerű energetikai feltételeknek is megfelel. A beruházás topos forrásból mintegy 162 millió forintból valósult meg. A bölcsőde mellett idén az óvodában is jelentős felújítási munkálatok zajlottak. A felújítás és fejlesztés az belügyminisztériumi támogatásból valósult meg. Ennek az értéke körülbelül 45 millió forint. A felújítás tartalmazta egy új fejlesztőszoba kiépítését, a dolgozóknak a szociális helyiségének a kiépítését, és ami a legfontosabb, napjainkban talán a legeslegfontosabb, a korszerű fűtéstechnológiát. Az önkormányzat önerőből az energiaválságra való tekintettel egy vegyes tüzelési kazánt is beépített a fejlesztésbe. Ezen kívül megvalósult még a vizes blokkoknak a felújítása, a kiegészítő helyiségeknek, a folyosónak a burkolása, festése. Az óvoda jelenleg 94 fővel működik. A polgármester szerint soha nem volt még ilyen magas a gyermeklétszám. A környező településekről is számos gyermek veszi igénybe az óvodai nevelést Tiszanagyfaluban és a településhez tartozó Virányosi intézményben egyaránt. Az épület 1985-ben épült, és 2005-ben is átesett egy nagyobb felújításon. Ekkor a tetőszerkezetet szigetelték, valamint a nyílászárókat cserélték ki. A polgármester elmondta, jelenleg is elbírálásra vár egy pályázatuk, pozitív döntés esetén az óvoda egy tornaszobával tudna bővülni.